A verseny elsődleges célja a sportkapcsolatok ápolása, a sportág népszerűsítése. A ranglista versenyt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. Néhány évvel ezelőtt, már azért van egy évtizede is, amikor belevágtunk abba, hogy az asztali tenisz szakosztályt újraélesztjük Karcagon, akkor én magam sem gondoltam azt, hogy ilyen sikeres lesz. Bíztunk abban, hogy sikeresek leszünk, valamilyen eredményt majd fogunk elérni, de azt, amit most Csaba bejelentett, hogy ilyen nagy létszámmal tudunk versenyzőket fogadni, az mindenképpen kuriózum. Kuriózum az, hogy a sportcsarnokot tudjuk üzemeltetni, nyitva tudjuk tartani, és remélem, hogy kellemes körülményeket tudunk biztosítani ehhez a mai versenyhez is. Nem fogom hosszúra, hiszen mindenki bemelegített, és inkább azt várja, hogy most már az asztalok mellett tudja megmutatni tudását, úgyhogy én sem kívánok más, mint amit Csaba is elmondott, jó versenyt, balesetmentes hazaérkezést majd, és ami nagyon fontos, hogy nem csak erre a versenyre, hanem máskor is szívesen és szeretettel várunk mindenkit Karcagon. Jó versenyzést kívánok! A hagyományokhoz híven az idén is megemlékeztek a karcagi asztali tenisz kiemelkedő alakjáról. A verseny egyúttal az országos veterán ranglista versenysorozat első fordulója is volt. Rekordnevezés érkezett az ország 52 településéről, illetve sportegyesületétől. Összesen 142 versenyző vett részt a megmérettetésen. Nagyon magas volt a színvonal. Extraligás, NB1-es, NB2-es versenyzők, korosztályos világbajnokok és helyezettek is érkeztek Karcagra. Az érdeklődők igazi csemegét láthattak. Páros és egyéni női és férfi versenyszámok voltak, a nőknél 2, a férfiaknál 7 csoportban. 16 versenyasztalon kiváló körülmények között és színvonalas rendezés mellett folytak a mérkőzések. A helyezettek érmet kaptak, a győztesek serlegdíjazásban részesültek. Külön díjat kapott az év elejé világbajnokságon harmadik helyezést elért Szalai István. A Kovács Diese versenyzői 2 bronzérmet szereztek. 60-64 év közötti korcsoportban Skumát István, 40-49 év közötti korcsoportban Kovács Sándor. A résztvevők megkóstolhattak egy tál karcagi birkapörköltet, kicsit felfedezhették városunkat, sőt voltak, akik az Akácliget fürdőbe is ellátogattak lazulásképpen. A verseny színvonalas megrendezésével méltó emléket állítottak a szervezők a névadónak.